just happen. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. My parents are broke. A Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors come be to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month cause they want presents in sight. This year at me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young Hello, hello, sziasztok, szervuszok, ismét eljött a stream ideje. Üdvözlök mindenkit, aki ide téved, szervuszok, sziasztok, ismét. Üdvözöllek különösen Robert Nagy, Szilárd Gál, Isi, Kristóf Kerekes. Mi? A Barcsa Gameplay. Hát ez meg milyen név? Üdvözöllek téged is, hello. No. Azt mondja. Ja, hogy nem, Isi nem kopis a dene. Ez nem. Ezt a YouTube, mit tudom, miről töltöttem le, ahol ilyen, ahol no copyright-ot zenék vannak. Egészség. Hát nézd, gameplay. Ha van jobb zenéd, és nem copyright-os, küld el. Meglátjuk. Emmanuel János, és szia neked is. Bernadett Német, szia. Hello, hello. Sokat gondolkodtam, mit csináljunk ma, vagy mi legyen a sztori ma, de úgy döntöttem, hogy bosszantjuk Mihályt. Addig ütjük a vasat, míg meleg. No, lassan toppanjunk is föl. Szia Levi, hello! Toppanjunk föl, nézzük meg, mi van fönt. Szépen berendezkedünk. Úgyhogy akkor örvényt a népnek. Úgyné, kivem, akció. Tudjátok, amit én látok? Igen. Rabolni, hát lassan már nem lesz Lidl. Persze, hogy lesz. Lesz, ami. Vagyis remélem, nem történt vele semmi. Na, a menetrendje szerint lesz. Na? Hogy vagyok? Hát nézz, Zavi, most keltem nemrég. Egy jó 20-25 perc, amíg aludtam.
Rivá! Ott van, ott van. Figyeld a forma szervert, a legnagyobb formákat találod itt meg. Egyesülj te is a családdal, hidd el, egy percig sem bánom, mert a srácok ma itt benn mazdani. A bokul a cyber, a pedi expedíció indul, hát cyber. Te is betona, meg tegla végre egyszerre, vagy itt minket a Tesla fénye. Újra itt vágod, szeretek itt lenni, ezt is lazában ráncon. Fullos a vibe most, fel se tudni, körülöttem mindenki táncol. Gyere, 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 gyere be, tehát teret adhat neked szerepek. Meg küldetések, tömkelegem itt vár, dobd le magad, a maszkot, nem vagyok kicskát. Nincs mit szégyelni, hidd el, nem érdekel minket a pénz, vidd el, gyere, fintiszen, itt lent az utca sarkán, csak ott áll és csak ezt fel a kanyát. De vajon mit is nézhet, hogy nagyon nem rémlik, csikorog, ahogy befalolt táborról félik a srácok. Tehát ospari pálya, fel a hangot, kezeket kikolj karikáral, látod? Mindenki szívesen látunk, nem szabad a szerver, pedig sokat játszunk, felállunk a székből, ha hív a természet. Kajálni napszenek a bolt ki a gépen, egységes bondák, a munkák és frakció, pozitív visszajelzések, ezeket itt kapni, az igényes múlcik, nem akart a hintán, a garancia, én vagyok, ez már kölyök. Mi a ördög? Na végre. Hoppá, Dilinyósba vagyunk éppen. Menjünk Billy 8-ba. Nézzük valami jobb ruhát. Fel vagyunk szerelkezve, tegnap este még fölszerelkeztünk így gyorsan. Megtöltöttük benzines kannánkat, lángvágó mindig a zsebbe. Ez olyan, mint a szabolcsi gyereknél a bicska. Ez a lángvágó mindig zsebbe lesz, de kell egy kis apró. Ugyanúgy a csavarpulcs, meg a lopócső és egyebek. Jó, Xanax, kis Nové. Nincs valami komfortosba? Hát nézzet, válaszunk ruhát, azt mondja, ez a izé, bűnözős, ez már így törölve. A Gucci-t meg még nem láthatja meg Mihály, abban rabolunk. Alapruha, hasonló. Többi az meg már nincs. Olyan pincéres, nem? Bernát Lajos, szabad, szabad. Lajtos, nem Lajt. Bocsánat. Már lassan nekem is kell szemüveg mindannyinak, az szufi. Sokat romlott a szemem. Ja, nem ezzel megyünk, ott megyünk lent. Ácsi. Ácsi. Megváltozott a várjátok meg rádiókrekit is. Meg kell tekintsem. Ugyanis valamilyen oknál fogva megváltozott. Oké. Tényleg változtatok, mert majd tök széttrollkodta itt nekem. Na most ez lesz. Jó lesz megszokni. Hogy telnek a kora esti órák? Hát látod, itt ülök a gép előtt, azt nyomom a GTA-t. Többnyire így. Most, hogy már lementek a meccsek. Nem tudom, hogy lesz a szállítmány. Szia Vízpidi, hello, Milun, szia neked is. Nem tudom, majd kiderül. Mihály elleni RP az lesz minden mennyiségben, de hogy Mihályjal lesz-e RP-m, nem tudom. De mindent megteszünk annak érdekében, hogy legyen valami. Hát ez meg ki a jószág. Ali. Hello! Mizu. Na mi lenne?
Hát te milyen izé ilyen telifosott autóval jöttél? Hát most ez volt a B-opció. Ja? Még lemaradt a busz, eltépődött a busz jegyed, vagy mi? Ja nem, hát most... Ja Mátyás Norbert, hello! Ne rozsdásodjon be. Meg hogyha már kidobtam a tuningra annó ennyi pénzt, akkor már használjam itt. Gyere, megszivatjuk Miskát. Jó. Nem tudom, valamelyik tanítvány. Nincs tráns ruhát felül. Igen. Gondoltam, Robert. Na, ki tudja, mi a tervem? Ezzel az autóval, ki tudja, mi a tervem? Ugyan már, Mátyás? Azért köszönöm. Az baj, ha nem minisztráns ruhába megyek? Mert nincs rajta marang. Na várj egy kicsit. Nincs rajta a rang. Ugyancként nem csinálhat semmit. Mert újonc vagy, vagy mi? Nem, én az Ádám vagyok, az ige hirdető. Ugyan nincs rajtad rang? Hát pilóta meg. Ja, és az oda egy törnyőd, ez oda egy törnyőd. De? Tüske Ádám, ugye? Aha. Ó, bingo. Két Ádámunk van. Nem Mátyás Norbert, nem az a cél. Nem adjunk el ezt a kocsit. Nem tűnik fel, hogy van még egy ilyen kocsi a városban valakinek? Pont ugyanilyen autója van. Mi ez az autó? Gyerek, ha megyünk a városba, azt elmondom közben a mestertervet. Ászta, honnan van ez? Ja, Szabi. Nyertem. Ja. Hogy visszavittem az üvegeket, ezt szokták mondani? Ja, belévjük itt a célpontot, azt mehetünk. Patrik Balogh, hello! Hát épp ez a lényeg, Patrik! Hogy neki sárga. Szerinted most nekünk milyen lesz? Patrik és többiek. Nekünk milyen lesz vajon a színe? Nem cserélem ki. Megtartjuk. Azzal a csavarral, hogy olyan lesz, mint Miáé. Pont ugyanolyan lesz, mint Miáé. És hogyha a rendőrök egyre többször látják ezt a zajt autót a rablásokon, akkor nem lesz feltűnő, hogy esetleg Miáé. Akkor mi a terv? Jó. Várjál, hogy kimosolyogtam itt magamban. No. Kinek van ilyen kocsi a városban?
Hát ilyen, jó kérdés. Tök ugyanilyen, csak más a színe. Hú, hogyha jól tudom, valamelyik rendőrnek. De hogy melyiknek? A ti már Miskának. Tényleg? Az lett volna pedig az utolsó tipp. Megcsináljuk olyanra, mint az övé. És elviszik ezt a kocsit rablásokra. Aha. Érted az összefüggést? Értem. Mit fognak hinni ezek a derékrendőrök? Mihály, izé, leasingeli az autóját rablóknak? Hát lehet. Látnék még egy ugyanilyen autót, biztos az lenne, hogy nem kettő van a városban, hanem Mihály autója. Érted? És így megint rá lesz húzva a vides lepedő. Kérdés, rendszámot tudunk-e levenni magánautóról? Rendben, Szabi. Köszi, Bernadett. Megveregettem a sajátomat, hogyha bejött. Van szerelő a városban? Nézd meg az idét, csekkolod. Van kettő. Királyság, ó! Jön az ügyfél kifelé. Vajon mennyit hagyott itt? Itt az izét, a Nuber Olin fogják szerelni ezt a kocsit. Ez. Na, most mi legyen? Rikkantsam el magam? Ja, már itt is van. Nagy Isten, és dicsértessék. Jézusom, az egyház nevében dicsértessék téged. Miben segíthetek? Föl kéne pöszkölni ezt az autót, és nem tudom, hány ilyen autót láttál ebben a városban? Hurakán? Nem nagyon, nem tudom. Egy van, az biztos. Igen, talán egy rendőrnek van egy. Ugye? Na ez is legyen ugyanolyan. Hát, de én azt nem tudom, milyen, azt nagyon régen csinálom. Na, ezt mondom. Ja, maga mondja, akkor fel kell tüzelni a picikét? Igen, meg kéne szerelni, le kéne mosni, meg... Persze, rendben. Mi a full tuning mennyire? Na, mindjárt mondom, ez nem sok rá. A lényeg. Másik, először megbütykölöm. Addig veszek a szerelőlát. Azt nagyon jól teszi, uram. Ő az egyik híve? Igen. De várj, hova megy ez a bakkecske? Le kell korholjam. Edem? Igen? De hova mész? Szerelőládát van. Venni szerelőládát? Persze, van nálam most. És mennyiért veszed a szerelőládát? 45 ezer. Szerintem, de lehet, hogy... Na, és szerinted a templomban mennyi szerelőláda van? Hát a bíboros azt írta, hogy csak frakcióautókra lehet használni. Jó van, akkor a bíboros, a szigorlat mindenség itt neki. Ugye, ha kell egy kis szerelőláda, akkor tudok adni egy pár mennyiséget. Ez azért most ne csedd el a lóvédet. Ja, jó. Mert egyház kisegít, tudod? Jó. Talán balok, hello. Vegyem le a szemüvegem. Miért? Miért vegyem le? Hát az tök stíló. Dehogy veszem le. Jézusom. Igen? Felfüggesztés, vagy lengéscsillapítás és páncél. Micsoda? Lengéscsillapítás? Tehát felfüggesztés. Mennyi? Leültessük a kocsit, vagy nem kell bele? Hát, hogyha lent ül a kocsi, akkor nem csúszik annyira, igaz? Ez így van. De akkor ültessük le. Ez lesz az országúti vipera.
Wow. Páncél. Mennyinél nem megy le a sebesség? Kettesnél vagy hármasnál? Kettes-hármas az még elég eredt, hogyha nagyon függ a sebesség, akkor kettes inkább. Legyen a kettes. A hármas sem annyira, de akkor inkább legyen a kettes. Legyen okay, hármas, ablak... legyen hármas! Legyen hármas, jó. Rendben. Ablak sötétítés. Hát úgy jó, de jó, jó volt az a tök sötét, amúgy is olyan sötét van oda bent. Ne lássak ki van ott bent. Rendben. Fényszóró színe. Ja, itt a fényszóró. Hello. Az szerintem ne változzon a fényszóró színe. Nem? Hát szerintem jó úgy, ahogy volt. Jó, hát így volt, ilyen volt, fehér volt. Jó, akkor... Nincsenek csili ágyai. Jó. Mit felfüggesztél? Festés? Igen, a festés. Narancssárga szint, poppítsál rá, légy szíves. Ahogy Jézus kívánja. Igen. Lát, ez... van rajta most egy nem fehér ez, nem ez, nem ez, egy a visszább, ez az. Ok. És ezt a, mit tudom én, szénszálas izét, motorháztetőt, azt nem lehet. Azt nem nagyon, de mindjárt ránézek. Nem, sajnos nem lehet. Jó, akkor valószínűleg a rendőrjé is pont így néz ki. Alulra kérnék szék, mert még egy citromsárga neont. Jó, annyi, hogy a gyöngyház az legyen narancssárga ugyanúgy? Igen. Így, ilyen, tehát látja? Igen, ez a sötétebb, ez. Rendben. És akkor még akkor neon szeretne. Citromsárgát, ha jól emlékszem. Annyi se valók, Patrik, ott van lenne a számlám. És ez a citromsárga. Még egyszer? Narancssárga. Citromsárga. Citromsárga. Így. Rendben, még valamit esetleg? Más nem, így ennyi lesz. Rendszámtábla. Ó. Fekete. Igen. Hát, legyen fekete, igaz? Ja. Rend. Illetve látja itt hátul a lámpánál ez a fehér valami. Ez az él, az élek fehérek. Igen. Elől is ugyanúgy. Azokat is tudom színezni, hogyha szeretné Jézus. Az milyen színű legyen? Például most nem mutatok egy példát, most mutatom pirosan. Látja? Ez lehet ugyanúgy narancssárga, például. Így. Legyen narancssárga. Jó. Rendben. Még valamit esetleg? Más nem, köszönöm. Rendben. $140,176. Azt a mindenit. 140 000? Mi? $140,176. Jó. Hol van itt a gyártén vagy? Időbe adjam? Nem, számlára küldöm. Jó, akkor csinálj egy számlát 150-ről. Ó, nagyon szépen köszönöm. Mi vett rá, hogy RP-nek? Hát régóta RP-nek. Jézusnak. Úgy bizony. Jó, akkor át is küldtem önnek. Evelek köszönöm. Még ma éjszaka folyamán ki lesz pidepve. Rendben. Addig elisszuk a maradékot. Jó, ezt ne tessék. Viszlát. Hát ilyet! Ugye? Elnézést, uram, elnézést! Tudja mi az az elnézést? Ha nem nézek oda! De dicsértessék, itt lát! Dicsértessék! De ember! Hát.
Micsoda emberek? Elmegyünk grasszálunk egy kicsit a PD-el. Jó. Nagy, már bealudj. Ja. Ugye Bernadett, én is azt hiszem, hogy pont úgy néz ki. Köszönöm. Nagyon harap a járgány. Meg se bírom tartani, hallod? Mit víjogtattak már itt ezek megint? Fönt az irodában nincsen mozgás? Nem látok még semmit. Én sem látok mozgást. Vagy ha itt izé emberkednek, tudod? Csinálhatnánk egy terrortámadást. Hú, az jó lenne. Az élet nagyon. Mindjárt gondoltam. Én vezetném a helikoptert, te meg a golyszival lőni. Ellőnék vagy 300 lőszer. Mondjuk mennyit van? Már csak tényleg 250 lőszer. Idehozzuk a C4-eket. És akkor azzal mi azt tudod robbantani? Hát meg. Ja, mondjuk igaz. Nem tudod. Akkor teleizéljük benzinnel. Teledocsoljuk benzinnel. Na, az a motorozgyon. Legyen. Elmegyünk Timár Mihály fele most. Megnézzük milyen, hogyha épp jön melóba, tudod? Találkozik saját magával című játék. De ment be a motoros? Igen, bement a rendőr. A rendőr motor volt. Biztos, ez a lényeg, hogy meglásson a rendőr. Újságolja, nem Timár, nem maga volt itt. Hát akkor főpubliknál van mindig rengeteg zsaru. Jó van. Meglátjuk Tóth Tamás. Ó, már valaki hív is. Sértessék! Halló, halló, dicsértessék! Na, miért nem válaszol? Visszahívjuk! Jó napot, uram! Dicsértessék! Találtam ilyen telefonszalmot a telefonban, hogy Jézus. Ám mondom, ezt ki tudja ki ez? Igen? Én szerettem volna érdeklődni, hogy ki ez. Már hívtam magát, nem egyszer, csak nem volt tudja itt a városba. Ja, hát sokszor előfordul, ritkán vagyok a városba. Igen, én vagyok Jézus, igen. Tudnád találkozni, uram? Na miért akar velem találkozni? Higgyen a profétáknak, higgyel! Hát én nem hiszek a profétának annyira. Én a Latvannak hiszek, tudja? Oh. Hogyha van ideje... Pillanat, le kell rakjam.
Pillanat. Rendben. Ott ment ti már. Láttad? Hát, reggelte ki jött a szeme, mint a csigának, biztos. Fel se tűnik, hát lehet, de nem úgy csinál, mintha feltűnne neki. Bemegy, bemegy. Jó napot kívánok, segíthetek? Ennyi volt? Ennyi volt? Köszönjük szépen! És legalább tudja, van még egy olyan autóváros, mint az övé. Na, megyünk haza, letesszük a kocsit. Terrorizálunk? Megterrorizáljuk őket? Megtámadjuk a PD-t? Hát, figyelj, van pisztolyunk. Adom a golyszit. Nem veszteted el. Jelölsz egy otthon? Aha. Nem tudom bejelölni. Valami neked ki van jelölve elméletileg. Már háza volt. Na, nagyon csúszik ez a járgány. Annyi mindent elástam nálad, mint egy szeméttelepe. Mihálynak a szerintem a házat széle. Nyomásunk kell. Kicsit bosszantjuk a Mihály. Gucci ruhád megvan? Edem? Megvan. Jó, átöltetünk Gucci-vel, fölvesztük a maszkot. Igazad van, Isi. Ennyire kasú nem lehet ördög. Bocsánat.
Csak észrevette. Hát oda jött, látta, hogy mi a stájsz. Hova lett? Ja, öltödik át. Most öltödik át, mert pedben nem tudok. Ja. Ja, új hát pajk kell. Csak ne! Ördög, nem áll! Ott nem. Húva! Nem jön a kiszerelő ládát? Figyelj, fölkészülünk az akcióra. Tedd el! Azt meg rád bízom. Az életedre úgy vigyád rá. Mondj 36. És ebben mi először kell? 9 pilis. De hallod? Már ennyit nem adok. Ezzel töltsd meg. Nyomba tartod a gombot, akkor sorodat a nyomja. Aha. Kiköpi a 36 golyót. Én vegyek én is magamhoz fegyvert, hogyha esetleg leszállunk, vagy lezvanunk, vagy elkapnak, vagy valami. Hát, a döntés. Nem. Nem kockáltatunk. Viszont, a repülőt átfestjük. Vedd fel azért. Betűröm a ruha alá. Jó. Betűröm. Jó. Ördög. Nem szabad lecsülni témámiskát, látjátok? Vannak jó megoldásai. Lőni a szud. Várjál!
Átfestjük. Csiki-csuki, vigyázz, ne fújjam az arcodat. Nos. Na jó, ameddig festi már. Ah. Látod, amit én látok? Na, szerintem onnan nem tudsz lőni. Ülj át hátra. Jó. Oké. Próbálj meg lőni, vedd elő a fegyvert. Nem tud. Akkor szállj ki, vedd elő a fegyvert és úgy üljél be. Mi a terroristám? Hát nem tudok, nem veszélyem. A többiek hogy tudtak lőni? Hát jó kérdés. Na várj, én átülök oda. És így ügyébe. Ja nem úgy, hogy engem kiraksz, hanem ide ülj be hátra. Ezzel menj el egy terrorakcióra. Hát ez... Ez Benny Hill, hallod? Várj, és megpróbálom azt. Nem fogunk, hanem lőni. Ez az. Hé! Hey! Felraktad? Aha, tudok lőni. Na kész, megtámadjuk a PD-t. Maszk van rajtad? Vedd föl maszkot. Terror akció indul. És úgy tudják, hogy egy fekete. Nem, a fehér lőtt rájuk, azt tudom. Tergenyek úgy ki megjegyezte. Terminátornak volt egy téves azonosítás, amikor menekültünk. Azt mondta, hogy biztos a sötét helikopter volt a fehérre. Ablakra tüdelj majd be az irodákba. Jó, csak még nem látok. Tüdelj!
várják, itt vagyok. Aztán ezt meg hogy kell repülés közben újra tölteni? R betű! Nem csinál semmit. Na ezt is jól megcsinálta. Tára, szállj, kitárad be! Mehetünk. Tudsz lőni? Jött. Terror akció van éppen, a rendőrség ellen. Ott vannak a tetőn. Tűzelj rájuk! Jó. Itt vagyok. Egyik nagyon kap. Igen, Bernadette, ez szeptember 11. Hát, hogyha lenne még olyan ördög, élném nagyon. Hívnak telefonom. Kicsértessék. Haló, haló. Haló, te most a nagypater vagy, vagy a ID vagy? ID-t nem hallod már. Nagypater vagyok, te. Mondja a nagypater. Az a helyzet, hogy beszélnünk kéne majd. Meghívlak majd az irodámba. GPS-en keresd meg azt a helyet, hogy önkormányzat. Aha, ott találkozunk majd. Jól van, rendben van. Okay. Egy olyan 15-20 perc múlva ott leszek. Csak még bent vagyok a rendőrségen, a másik fiamat épp hallgatják ki. Hát igen, gyönyörű. Jó van, remélem nem lesz semmi gond. De hogy... Na. Hello, hello. Hello. Mi a fene? Mit mondok? Ágy nagyfater volt. Szia Bernadett.
Köszönöm szépen, Bernadett. Jó, rendőrségi autót nem látsz? Vagy bármilyen civil autót? Na, hogy megfigyeljenek, tudod? Aha. Leszállunk. Szerencsét neked, tedd már le! De várjál! Na végre! Akkor visszaadom. Oké. Meg a maradék között is is. Na, hogy tetszett a terroráció? Há, jó. Élvezted, mi? Azaz. Meg itt van a szerelőzár. Az igen. Na, tedd el, és jött a zárt. Igen, raboljunk egy ATM-et. Akár. Előttünk egy tonna lőszert. Ú, boss. Mi a baj? Boss, most nézem, előtték a mellkasomat. Na, mi van? Most nézem, előtték a melkosomat. Katona dolog, hallod? Ülj le oda a sarokba, pihenj egy kicsit, holnap után leigazol az arzenál, hallod? Ezen. Túl rendében volt. Hát. Na. Nem tettem a lőszert, ennyi, csak egy darabot. Igen. Na mi legyen, raboljunk egy ATM-et? Megpróbálhatjuk. No. És mit akarok kérdezni? ATM-hez nem kell túlsz, ugye? Vagy igen? Hát amikor a múltkor raboltuk, akkor nem kellett azóta, nem tudom, hogy változott-e. Jól van. Jó, raboljunk. Ahol a múltkor ott kint palettóba. Oda nem jönnek ki? Hát, figyelj, városban vannak, mire kiérnek. A maszkot visszajöltöd vissza, bocs. Fegyver nem kell.
Mondd egy lángvágót. Hittem, itt van egy. Meg vagy? Csináltad már? Csináltam. Vianiki, hello! Lehet venni a rendszámot? Nem tudom. Régen még le lehet. Nem lehet. Ennyi benzinnel ég lesz. Mindig van telítanám. Mi a vége, chat? Fasz. Meg vagyunk, jó, köszönöm, Niki, én legalábbis nagyon meg vagyok. Na, megy a kicsike. Ja, megy. Fenn most videtek a benzinnél. Most delik rá! Akkor oda menjek az ATM-hez és majd szólsz, hogy mikor kezdjem. Jönnek a zsaruk, mi legyen? Meglógunk. Nem tudjuk félben hagyni nagyon. Hát kell valószínűleg az kell. Meg akkor, mikor már cellák lett, innen legfeljebb nem minden cellát nyújtjuk ki.
Igen, Niki. Lassul ennek az átfolyásra. A kispók? Vízpidi. Nincs meg a kispolák, azt odaadtam Áponya nővérnek. Na mi ad a nyíl? Várjatok. Felkészültél? Aha. Ki azt tetted? Figyeljetek. F, 1, U, Y, 3, 5, 2, I, U, T, 0, V, U, 0, 6, 9, M, J, B, W, C, M, K, E, F, C, U, N, 1, H, 5, N, 0, C, 1, C, H, 6, 7, K, 6, X, 9. Ne zavarjon, kérem, nyerőbe vagyok. Tiszteletem. Napot kívánok. Jó napot kívánok. Sokáig tart ez? Meddig próbáltad? Igen, mert egy forintosokba kértem sajnos. Értem, ért. Úgy bevittek, mint a szar. Úgy bevittek, mint a szar. Pont erre jártak, mi? De sokáig tart. Jó, nem a izét, a rendőrökkel teli autót akarom ellopni. Akkor letekerik az ablakot, akkor... Láttatok azt a videót? És most következik a kínos csönd. Á, de hogy beszélgethetünk, uram. Hogy telik a napja, uram? Ha látja, még ilyenkor is dolgozni kell, naplementekkor. Vinni kell haza a pulyáknak. Vinni kell a pulyáknak, add a lóvét. Érti? Gyereknek cipő kell, asszonynak ruha kell.
Van az így. Miért az automatából próbál lopni? Ó, én csak elveszem az állampénzét, amit én fizettem be adóba. Az elég sokat kellett volna fizetnie. Ó, hát csak pár ezer forintról van szó, én nem az ízérét, én nem én miniszter vagyok, kérem, hát. Én nem milliókat lopok, én csak ilyen idéket, filléreket, tudja? Na, értem. Ilyen megélhetési bűnöző vagyok. Hm. Akkor hogy van pénz a Lambóra? Lambóra? Hát ez nem az én autóm. A barátjáé? Igen. Steve Albiáé. Ő adja leasingbe bűnözőknek az autót. Mhm. Uh-huh. Nagyon csúnyán lebuktunk, nagyon csúnyán lebuktunk. Nagyon csúnyán ezt hogy dumáljuk ki? Ezt hogy dumáljuk ki? Jó napot kívánok! Tiszteletem! Jó napot kívánok! Megkérhetnék ezeket. Ja, várját, meg befejezem itt a mesterművet. Nem akarják megvárni? Nem. Ó, pedig most kezdtem el az utolsó előtti cellát. Ne haragudjon, drága rendőr úr. Elvileg nem tudják, tudja abban. Nekem mindig azt mondták, hogy sose végezzek félmunkben. Kinek a nevén van a kocsi? Tetszik tűnni, le van tartóztatva. Értem. Mindjárt az önök rendelkezésére állok, uraim. Ez itt a főpróba, az utolsó cella helyreállítása, simítása. Mondják, hát ha már elkezdtem, nem hagyom abba, nem? Legyen meg az egész meló. Uraim, egy jogszerű kérdést szeretnék föltenni. Meg vagyok, igen. Na, sikerül. Persze. Kőkemény 6310 forintra lettem gazdagabb. Ezért meg se nagyon megértem. A piszkosban vagy tisztában? Megbilincselem az urat hátra, az eljött. Jajjaj. Na, hát köszönöm szépen a feliratkozást. Nem járt sikerre, mit te mondja. Na. Korással most tettek róla, hogy ilyen pénzt adott ki az automata? Hát nem, ami azt illeti, de... Marcell még átkutatva nincs. Tudom. Ja, jó, csak mondom. Ja, persze, jogos. Mondd már el nekem, hogy a túróban jöjj a diszlexiát, hogy egy bunkó paraszt vagy. Ne bosszadsz meg. Én nem vagyok ki az. Vigyél, mind a kettőt. Jó, az úriembert külön kihallgatásban részesül. Jó, hát, még itt az urat átutatom. Tárok már egy lángvágót, ezt lefoglalom. Némi piszkos pénzt szintén. Jó, már egy szalagszott csavarhúzót. Tapogatom, semmi más illegáliset nem találok nála.
Hát segítem az ott az autóban. Elnézést, mi pont éppen ügyön vagyunk, hogy is... Kidd a csávó, Lila? Zoltánál egy lángvág. Az Ádám elmenekült! Ja nem, ott van, azt hittem már izé. Azt hittem már elmenekült. Biztos pénz. Lila csávóval meg nem bírnak. Hát nem tudom, mert ahhoz meg túszok kellettek volna. De igen, csak a kádár. Ahhoz nem kell semmi. Kinyitom az úrnak az ajtót. Behelyezem az urat a gépjárművel, bekötöm az övét. Hát Miki, nem jött össze a buli, itt lettél volna, lehet, hogy jobb ötleteid lennének. Faustok, vigyétek el a kocsimat, jó, itt kell maradjak. Oké. Valaki... ott mi elkapunk igazából. Adj mindig el a kocsidat. Ott az elkapunk kiukra. Ott a mercink. Jó. Vigyétek őket. Oké. Mi meg visszakísérjük őket. Oké. Hogy vannak uraim? Meg vagyunk, nagyon szépen köszönjük. Hogy telt a mai napjuk? Hát egész békésen gondoltuk, vállalunk egy kis éjszakai műszakot, de hát... Persze, hát... Igen. Sajnos pont erre jártunk. Igen, igen, fene a pofájukat. Hát igen, egy kicsit túl hamar ide értünk. Értem. Itt hívnak? Nem, engem jelen. Elveszem az úrt, itt a telefon, kinyomom. Kidobom azt a telefont az ablakon. Hát látja, mondom én is kidobnám. Ha. Jó zene volt egyébként. Ja. Kicsit hangos volt. Ismét hívnak, támadnak uram, támadnak. Így elkéstük a találkozót ID-val. Úristen, jaj, meghalok! Jézusom! Mentőt, orvost, papot hívjanak! Úristen, te faszkalap, nem kötötted be az övét? Bekötöttem az övét. Hát akkor hogy? Nem tudom, meditál. Megvagyunk. Itt van az úton, kirepült. Hát ki? Pedig belejtjük be az öbe. Motorral állj elé, hogy ne... Gyalázzak. Szia Csaba Kádár. Ne kötöttem én is be magam. Jól van, uram? Nem, nagyon nem vagyok. Jaaa! Jó, kisegítem itt az urat a járműből. Vezetőszárat rárakom. Többet nem vezetsz. Ne adjanak neki kormányt! Ez a hangos zene elvette a figyelmemet. Van cuccod hozzá? Van. Jonát, gyere vissza! Hogy várjál? Nincs. Viccel. Várjál, nagy mág. Gyere vissza ilyenkor! Ha kiestél a játékból, gyere vissza, hogy a testedet meg tudják menteni. Volt egy kis karambolunk itt az autópályán. Az egyik úr, aki meditált, az kirepült. Mentőség hozzá. Most hívedet? Ők nyertek, vagy mi veszettünk, igaz? A légi kalinka reklám.
elég volt a mentős? Ja, melyik kádia? Látom itt az embert. Pig Matyikén? Én sem. Én sem. Én nem látom. Visszajön, mindjárt jön, mindjárt jön. Na, jó. Kollégák, amúgy ha kérdeztem, mi volt? Hát itt a Zurak ATM-et heggesztettek. Nem voltál bekapcsolatban, csak hogy mikor volt a baleset, vagy hogy volt? Ja, hát itt vált egy kocsi, aztán... Ja, értem. Igazából be volt kötve a másiknak is a biztonsági öve. Hívtunk mentőst, mindjárt jön vissza a úr, aki meditál. Na jó, oké. Vigyük be addig a másik urat. Ja, Dani öccse, nem, már nem játszik velünk. Rendben, Szabolcs, addig kösz, hogy nézel. De inkább pihenj, így úgy mi meg. Levente. Lehet egy kérdésem? Persze. Egy kérhetném a telefonod azt? Sőt. A számot meg kéne csörgetni. Ajaj. A böngészőt ne nyisd meg. Köszi. Nálad is... Nálad is maradhat, mert nem tudom, hogy miért nálam kettő. Jó, szuper, köszönöm szépen. Tiszteltem, doktor úr. Lehet tudni, hogy mi van a humánumnál? Nálam ott van egy eset. Nem, fogalmunk sincs. Nincs, mert nálam ott meghalt valaki. Nézem, jó? Pillanat. Utolérnek, hogyha... Elmegyünk oda. Utolérnének, hogyha meglónnék. Simán. Lesokkolnának a fenébe. Nem tudom, be, vigyük be az urat, és akkor majd bejön oda a mentős. Mi akkor megnézzük a humán? Menjetek oda addig, igen. Akkor rárakom az úrra a vezetőszárat, hol fájóram, mit ütött meg? Minden, ami létezik, az összes végtagom, a fejem, tetőtől a talpam, ami minden végtagom. Rendben, kitújt az úrnak az autót, ajtót. Segítem a járműbe. Bekötöm az övét. Elvileg volt egy haláleset is. A mentős oda sietett ki. Itt lesz mindjárt. Hát a mentős majd visszajön, minden igaz érte. Majd itt mindjárt visszajön az úr, elvileg, mondjátok a mentősnek. Egy motoros követ minket a pályán. Kicsit lassíts le, hát elmegy mellett. Igen. Végezz be. Tudod megkiabálnod. Aha, jó, ezt követ. Követ okay, minket. Követnek minket. Kiabálnak. Börtön mellett haladunk el. Kos megmentünk. Azt a kurva jó! Semmi gond, már nem követ minket. Hát ilyen nincs. Hogy elszállt a csávó? A sofőröket látok folyamatosan. Ez még nálam is rosszabb volt. Az állóautóba belerohantóra. Azt a betyár mindenit. Meghalt valaki majd az autópályán, majd mondjátok a mentősnek a börtön után. Az a halálszakasz, kérem. Az autópálya az a halálszakasz. De jó ég, Istenem! Milyen borult? Nyitom. Jó, Mester 5 visszaérkezett egy elkövető a kapitányságra. Hú, de melegebb van ebbe a mazba. Hát nem előnyös uraim. Hát csak előbb lőttek ránk aztán. Megkítom itt az ajtót, kicsatom az úr övét,
segítem. Állakon a vezetőszárat. Elkezdem befele vezetni az urat. Jogaival tisztában van az úr? Niki úgyis megcsinálja, szerintem kivágja. Hiolózza. Niki, azt már keresd meg létsz és tedd el egy viccesbe. Hát az a hatalmat. Uram, van engem? Igen? Tisztában van az úr a jogaival? Milyen jogaim vannak? Jogom van áll hülyének lenni, az ugye, az még megadták a hülyének való jogot, ugye? Nem. Mindjárt itt a kolléga elmondja meg, akkor próbálunk egy mentős is intézni magának is. Pillanat. Itt vannak? Hallóóóó! Szerintem üres. Ne hagyjon itt a folyosón, kérem! Csak azt hittem vannak bent. Nincs aj. Ne leveszem a pirincset az úrról. Miért tettem, ha megint hívnak? Ha kérem, azt nyomja ki. Maszkot vegyél a majd, kérem. Jó, telefont, azt hova tegyem? Hát, tegye le addig ide az asztalra. Nyomítsa le a telefon. Olyat is lehet? Igen. Ugye feloldja a telefont. Való! Nem tudok beszélni, elnézést, bocsánat. Megsíteltek, okay. Végen van. Uram, tegye le azt a telefon. Igen. Pakja le az asztalra, addig. A kolléga, mondd el a jogait, addig megkérdezem, hogy mi van a mentőssel. Maszkot azt vegye le az úr. De lekérem. Szemüveget is kérem. Ó. Nos, tehát jogában áll hallgatni, minden, amit mond, felhasználható ön ellen az eljárás jogán. Jogában áll ügyvédet fogadni, de tudtam, ha nincsen ügyvéd, szóval most kizárva. Ugye orvosi ellátást tud igényelni. Jogában áll egy 5 perces telefonhívás. Értette a jogai? Igazából ügyvéd nincsen, szóval igazából senkivel. Lehet, hogy van a városban rögtönzött ügyvéd, olyan nincs. Hát, azt nem tudom. Ahhoz hiteles dokumentum kell. Ó, hát olyan biztos nincs. Hát, igen. Csak itt is szálltunk meg. Személyesen az úrba. Hát hívjatok, ahogy akarnak. Én vagyok a megváltó. A megváltó? A megváltó. Pontosabban? Én megváltok mindent, tudja? Én az árakat szoktam átváltani mindig többnyire. Úristen, hallották ezt a csoptanást? Na szóval én ilyen izé vagyok. Tehát áramot is szoktam váltani, állást, munkahelyet is szoktam váltani, meg általában az árakat szoktam jobbról balra váltani. De olykor megesett, hogy már sineket is váltottam. Uh-huh. De én vagyok a megváltó, a mindenek megváltója. Uh-huh. Mindjárt jön egyébként a mentős úr, és hozza a barátját is, ha minden igaz. Egy pontos nevet tudna mondani, hogy meg tudjam nézni a rendszerbe. Ja, hogy ki vagyok én? Igen. Hát a pontos nevet kérek. A megváltó. Pontosan, mert ilyen név biztos, hogy nincsen? Hát a megváltó. Nagy A, nagy M, csak többi kicsivel. Van önnél személy? Ő nem hordok magamnál, de van egy mellevelem. Nem, hogy sikerült megtudni.
a neve állítólag a megváltó. Ezt ugye már mondta, hogy ugye éheznek és azért raboltak. Már amúgy nem tudom, hogy akkor hogy volt pénze Lambóra, plusz még az a nyaklánc. Ez a nyaklánc, az komoly mondjuk. Hát eléggé. 10 évnyi fizetésem nincs ennyi. Leszom. Nyírd meg, uram! Tassa. Megnézem az adatbázist. Na, de azt mondjuk, volt egy bezakkanásunk. De ráfogjuk arra. Nem, vagyis vagyok büntetendő. Tehát maga Jézus Krisztus. A megváltó, pontosan. Értem. Szerinted szóljunk témárnak? Tudtam már nagy barátok. Ő adta kölcsön a kocsit. Sajnos megnéztem ugye a jármű tulajdonosát. Igen. És hát pontosan az ön nevén volt. Hát mert már biztos átiratta. Ti már itt van rádión? Úristen, mi lesz ebből? Ez volt, gyerekek, a dinka papírom. Kérlek egy áldást, tud menni? Igen. Na, mondjon egyet. Megáldalak benneteket a Szent Tégyesség nevében. Pontosabban elhúzom a kezemet jobbra, meg balra, és bizony mondom néktek, nem ezek a droidok, amiket kerestek. Mondom, nem ezek a droidok, amiket kerestek. Hoppá, találtam itt egy egyezést. Mindjárt bevisszük a adatbázisba, csinálunk itt az úrra egy képet. Ezt már addig csináljunk róla egy képet. Itt nincs benne a rendszer. Hát találtam egyet, ami hasonlít itt az úrra. Mindjárt bevisszük az adatbázisba. Ah, igen, igen. Senki, akkor menjek én? Most mi van? A többiek hol vannak. Akkor megyek én. Vagy akkor mennek. Akkor jobb. Hagyjad, ja. Hoppá. Mi itt hoppá? Mondott, mi az úrnak a neve? Én vagyok Jézus Krisztus a megváltó. Pontosabban a Jézus Krisztus. Igen. Már benne van itt a rendszerbe, ahogy látom. Nagyon jó. Még benne vagyok hozzák a hírekbe? Meg. Benne van itt a rendőrség adatbázisba. Látom, rendőrségi gépjárműt lopott. Mi? Igen, menekült és illegális maroklőfegyver birtoklás. Pontosabban egy combat pisztoly. És ez mellett még 110 darab lőszer is volt nála. Sose igaz, az ilyen nem volt. Nézzük meg csak, van-e. Ott lógta mindig is a kereszten. Ti már itt van rádió? Megnézzük itt az engedélyeket. Van fegyver engedélye az úrnak? Ja, nincs is nála fegyver! Nem volt fegyver mennél? Nem volt nálam semmi. Ja, az nem volt, jó. Akkor csak lángvágó volt magánál is, gondolom, mint a kollégájánál. Na, az ugye nem fegyver. Az nem. Hát... Legyen csak, nincs kedvem csücsülni.
pillanat, felszállok az irodába. Rendben. Mire várunk? Éppen várunk még a... Persze, hogy beszívattam saját magam, de éppen megpróbálok ebből egy jó RP-t kihozni, hogy egy pillanatnyi elmezzavar, akkor vagy tudjuk bármi. Elkezdeni a kihallgatást. A kihallgatást. Akár itt is, nekem itt jó, hozzanak kérem szépen szotyoládét, vacsorára kérnék szépen rát pontyot tejfüllel, és akkor egy csomag marbolót is hozzanak, és akkor itt rágyújtok, és lököm a rizsát. Beszélgetettünk egész éjjel. Sajnos a rendőrségnek nincs erre pénze. Mire? Egy jó vacsorával nem tudják megkínálni a polgárt. Nézzen ott mit csináltam, a falra, uram. Uram, tudja, mit csináltam? Én kinn a pusztában 4000, azaz 4000 darab halat teremtettem a semmiből, érti? Értem. Nem tudnak egy vacsorával itt megkínálni? Forduljon meg, uram. Azt is nekem kellett megcsinálnom, azt a vakulást. Ennyire nincsen pénzünk. Az igen, és perészedik a falat a sarokba, látja? Hát igen, sajnos beázik. Na. Sajnos új tetőkre nincsen pénzünk. És akkor most kinél kell hőbörögni, háborogni. Hol legyen pénze maguknak vacsorára, normális falra, ne pedig ilyen egérjukra. Hát ki tenyészti magukat? Ki a maguk helytartója? Hát azt az Andyvel tudja megbeszélni. Ki az az Andy? Csak egy Pilátust ismertem, hajdanám. Tiszteletem. Tiszteletem. Mi újság, kollega? Hívtatok? Hát Jézust hoztuk be igazából. Mi miatt? Már ismeri. ATM rablás miatt. Értem. Jézus. Szerencsét, hogy most nem tudom rád bizonyítani azt, mert nincs meg sajnos a felvétel, hogy 5 milliót tűztél ki a fejemre. Még egyszer? 5 millió forintot tűztél ki a fejemre. Megbízható forrásból tudom, csak a felvétel nincs meg, és nem terhelhető rád ez a bizonyíték. Viszont ATM rablás miatt is ülni fogsz. Most ATM rablásért, mikor, uraim, mennyi volt? 6000 forintért? Mennyit raboltak, uraim? Mennyit rabolt? 6310 forintot, fillérem leszámolva. Rendben, nyugtász, itt vagyunk bent a kihallgatóba. Meg voltam szorúva, Mihály. Az egyik urna egy 10.196 volt a Jézus urna, meg nem tudom, hogy mennyi, azt nem én vettem el. Ő tanúsítottak ellenállást? Hát igazából nem tudtak. Nem. Igazából, ahogy elkezdték a rablást, mi már pont ott voltunk. De Jézus, áruld már nekem, hogy fér össze a kettő? Te templomot vezetsz. Igen. Oda várod a híveket. Hát nem ez a legnagyobb főbűn? A rablás, lopás. Himán. Az nem főbűn. Az a 10 parancsolatban benne van. Hogy misikém? Számolsz el így a lelki ismereteddel? Ó, azzal én minden nap tükörbe tudok nézni, misikém. Meg voltam szorulva, kérlek szépen, tudod? És az Isten az egyik orcájával ad, míg a másik kezével elvesz. Én most tudom, úgy gondoltam... Jézus, de akkor kiírod, hogy adományt gyűjtesz az egyháznak. De mit csinálják, ha elmaradnak a hívők? Nem jönnek a hívők, amiket te annyira beígértél nekem. Mik, hogy meg van szorulva? A Lambóval ment rabolni. Az is a lőkocsia. Igen. A lőkocsia. Ő adta nekem kölcsön. Én nem adtam neked autót, az én Lambó mit parkol kint a rendőrség előtt? Hát pedig nem. Ott van fönt Paletóban elkaptam. A tulajdonosát, és az ön nevé volt Jézus. Mert már átiratta ez a miáit nekem. Jézus, fogadjunk. Szorul a hurok, érzed? Hó, milyen hurok? Rendőrség félrevezetése? Milyen büntetést adtatok neki, vagy még nem született? Nem adtunk neki igazából, nem adtunk neki semmit. Jó, ezt rátok bízom, de szerintem itt nincs miről beszélni. Kirabolt az ATM-et, mert kellett a pénz. Attól, igen. Hogy Isten szolgálja, vagy ez téged sem mentesít a felelősség alól. És a menlevelem se, hogy beszámíthatatlan beteg állat vagyok. Ilyen kuma! De amikor másról van szó, akkor az nem jó, mi? Mutass csak azt a papírt, megvan? Meg. Na, nézzük. Which
csomóban. Valakit nagyon levertek. Szerintem erre lesz. Jó napot, én vagyok az. Az előbb jöttünk az irodából, és valami Marcel nevezetű rendőr úr ideadta nekünk ezt a receptkönyvet. Nézd meg. Valami Tímár Mihálynak kell átadni. Akkor egyelőre. Mindjárt szólok neki, egy pillanat. Rendben. Ajajaj, fiúk. Keres itt a... Rendben, megyek ki, fiúk, valójában enyhébb büntetést kell adni neki, mert ez a papír, ez hivatalos. Rátok bízom, de sajnos börtönbe nem lehet vinni ez a papírja miatt jelenleg egy ATM rablásért. Jó. A súlyosabb bűnök nem fogják feloldozni a bűnei alól, egy gyilkosság például, de egy ATM rablás miatt sajnos ez a papír miatt nem büntethető. Jó. Köszönöm, fiúk. Rendben, lóve, Mihály, lóve! Nálam semmi pénzt. Itt vagyok. Hát akkor... Kápol, volt nála fegyver? Azt nem volt nála. Nem volt nálam semmi, ártatlan vagyok. Ide adta nekünk ezt a... Átnézted már a ruhája? Valaki átnézte Marcel, azt hiszem. Marcel, keresle. De... Ebben mit itt a Jézusnál a... Mi volt? Te vizsgáltad át a ruházatát, ha tudom. Itt van, nézd bele a zsebembe még egyszer. Hát előtte ki kéne deríteni, mi volt ennél. Mindjárt mondják. Ugyanez csak plusz egy lámvágó, meg egy telefon, ami a földön van. Jó, köszönöm. Piszkos pénz volt nála, meg lángvágó igazából. Ugyanaz, mint a másiknál. Fegyver nem volt nála, meg ilyenek. No, igazából akkor csekkezd. Check engine. Mondjuk egy, csináljunk egy új képet. Erre úgy láttam utoljára, igazából 2-3 hónapja készült. Fiúk, a másik elkövetőt intézitek, beraktam cellába. Intézzük utána. Igen, igen. Jó, ben van cellába. Akkor előtte lőünk egy képet, jöjjön uram. Lehet, neki csinálok egyet. Köszönöm. Telefonomat visszavertem. Mondom meg annyi, hogy a másik versenyzőt átkutattam, nem volt nála semmi, de persze csináljátok. Ja, azt már elvettem tőle, itt van nálam a főcucca. Ja, kire. Jöjjön erre, uram. Nem arra. Erre. És ide álljon ide. Valhoz, nagyon jó. Előveszem a kamerát. Cheese. Rendben, meg is vagyunk. Checket megírtad neki? Check az még csak most jön. Mennyi lesz? Nagyon le van égbe, annyira nem checkezem meg, uram. De remélem tanult az eset. Értem. Hagyunk abba a lámból benzinpénzt. Higgyék el, a Steam Army autója, csak rám iratta. Tudja, mint csak egy csekket kapott, akkor megúszta. Jól van. Meggyónom ezt majd lelki atyámmal. Igen. Szörnyű. Hát, uram. Na jöjjön, kikísérem az urat. Addig Edmundo hoz be a másikat a kihallgatóba. Én merre megyek? Jöjjön utána, uram, kikísérem. Fölépcsőzünk egyet. És már mindjárt szívhatja is az úr a friss levegőt. Szia, Dániel! Letartóztattak ATM rablásért. Kezdek bedőlni annak, amit. Viszlát, uram. Viszlát! Kent így már letartóztattál!
adok én neked. Szemét timmár letartóztatta. Adok én neked. Itt a méreg drága autó. Igen? Pengedsz itt vele? Na majd adok én neked. Igen? Mi van kizé? Jappiskot itt ezzel az autóval? Na majd kapsz azért timmár. Itt van, ezzel vagizzá. Ezzel vagizzá, ittene. Ittene. Nesze. Letörjük itt a szájpofákat, mindent. Hadd látja, hogy össze-vissza törjük ezt az autót. Rohadjál meg. Az a baj, nincs gyufám, meg tűzfegyverem. Ez az. Futás. Nesze. Úgy kell neki, hát nem. Itt a csekkedért. Most legalább tudom, miért büntettek meg. Nem, akkor sérül az a baj, hogyha műtő ledegálom, akkor sérül nagyon a ideje a kulcs. És nekem az kell benzint lopni. Kifele, öreg lány! Valahogy hazadöcögünk. Menj már innen, most azért, mert elnéztem egy kicsit máshova, neked pont itt kell megállnod. Erik Fehér, az a baj a játékban, hogy lehet benzint leszívni valóban, de a benzin nem tűnik el, vagy nagyon-nagyon minimális mennyiségben, tehát egész éjszaka kellene itt ilyen ezrelékeket tűnik el a benzin, figyeltük egyébként. Egész éjszaka az idén szippantanám le a benzint. Tehát az a 15 liter az nem tűnik el, amit benyelsz egy kör alatt. Nem valami ezred liter tűnik el egy ilyen lopáskor. Pedig az lenne a király, jó lesz írni a benzint, azt fog hagyni. Fel kellett volna gyújtani valójában a kocsiját. Tényleg. Nem volt tűzfegyver nálam. Tehenek! Hajrá, Ádám, ne vagy magad, ne vagy magad! Hát ott van nálam még a rádió. Mi legyen a legközelebbi gazter? Jaj, tudjátok mit jelent, ha megrázkódom. Na, mehetünk át, ezt a ruhát is leválthatjuk.
hazamenekülünk. Hazamenekülünk. Jó. És itt nem ezt szent helyen fogok pissenteni, de azt szerintem, hogy rá nem. Mindjárt jövök. Pár perc. Okay. Itt nem vagyok. Nagy Isten, dicsértessék. Alloy, hello. Te megadtad a freki? Micsoda? Rádiófrekvenciát megadtad nek? Nem adtam meg nekik. Én is. Nem is kérdezték. Na hát ennek a jó szép ruhának is vége lassan. Hát jó. Basszus, 2 perc, ha kihallgattak el is engedtek. Megmondták, kérték a nevemet, akkor átcsodálkoztak. Igen? Aha, már úgy ismernek. Azt mondták, hogy már ismerős neki. Az hogy lehet? Hát... Tudod, az a sok... Az a sok, rendőri hiba miatt. Ja. Ugye semmiért bevisznek a rendőrségre, stb. Mit vettek innen el? Veled? Ja, lángvágot. Hogy mondod még egyszer? Tőled mit kérdezte? Hát én lobogtattam a diló papíromat. Yeah. Mintem, hogy Jézus vagyok, a dil is, meg minden szent háromság, szent négyesség. Átadtam a hülyét, lobogtattam a papíromat, az Steam már elengedett. Én azt mondtam, hogy kaptam egy csekket, várjál. Melyikkel nézze meg a csekkeket? Ferenc 7. Aha, köszönöm. Ott a legelső. Azt mondja, van egy csekkem. Nekem 300 ezret adta. De Marti a Sandó azt mondja 150 ezeret, igen. És azt mondja, hogy itt meg egy 300 ezeres csekk. Jó kör volt a mai. Na, valami garázdaság mára. Nekem még egy kicsit tanulni kéne. De jó, tanuljál, de izért okos dolgokat érted, hogy lehet megszökni, meg ilyeneket. Történelmet. Persze, történelmet, azt mondjuk, hogy kell főpattintani itt az árat, hogy kell lehúzni az emberek, ezeket tanuljad. Benne. Na, akkor legyél jó. Nem, meg tudok maradni. Na, hát akkor most mész, jössz, vagy maradsz? Úgy mész, mint aki jön. Hát figyelj, itt van előttem a füzet, szóval. Tanuljál értelmesen, most engem nézel, meg a füzetet, akkor a kettő nem fog összejönni. De hogy...
Na mi legyen? Nekem mindegy. Egy bizonyt van már csak. Na itt vagyok. Várj, szedzek kaját. Na. Személy ott értem a mentő, mert a rendőrök szóltak sem. Kiesti a kocsiból. Hogy ezek a francba is ott anyáztak, érted? Amúgy nem értem, mert olyan sok pénzt nem ad. Persze, nem is értem meg. Én 6000-rel valamennyit szedtem csak ki. Én 9000. Na, 15000 forintért. Nem is 10000. Vagy nem tudom, olyasmit mondtak. Na mi a bika here paprikás legyen? Így menjünk be, azt lőjük fejbe Timárt, vagy mi legyen? Vagy várják, kimegyek a kocsimat, még megvan vajon ott palettóban? Hát figyelj, ha nem foglalták le, és hogyha be volt zárva, akkor még elméletileg ott kéne lesz. Nem, nyitva volt, ott tudjuk elpatranni egyből. Hát figyelj, odamész a garázshoz, a garázsmesterhez. Uh-huh. Rámész a lefoglaltakhoz. Hogy mi folyik itt? Hát... Most jövünk a sheetről, a check minátortól. Lefoglaltakhoz, majd kattint. Le is van foglalva fenne a pofájukat. Hát akkor ott rohadt meg. Menjen. Gyere, csinálunk még egy izé gyilkos akciót. Na most idéve hozzad, gyere, abban kevesebb lőszer kell. Gyere! Készülj, mert mind meghalunk. Nem sikerült a rablás, de mám. Pont arra jártak a rendőrök, milyen érdekes. Elkezdtük a rablást kb. Mennyi volt? 10 másodperc, és már ott voltak a hátunk mögött. Pont arra jártak, még azt, pont akkor azt raboltuk. Azt nem fogjuk lelőni mind, de... Nézd csak! Meglátjuk majd. Oha! Olyasmi lesz ördög. Tárasz be! Gyere!
Igen is hív. Vagy. Jövök, csak mindjárt jövök, valamit lerakok. Kiad a Porsche? Azzal jöttem. Lopott? Ez úgy néz ki, hogy van modern Porsche. Ja, vagy a Supra? Támadjuk a férjét megint. Na gyere! Újabb berepülés lesz! A helikoptert már ismerik. Meg ez sokkal nagyobb kihívás. Jaj, bazd meg! Na! Tarts ki! Na, azt akarom mondani, hogy nagyobb kihívás vedetni a másik repülő masinát. Meg ott töltel is lehet út közben. Hát nem. Eddig kaptál ennyi időt. Meglátjátok, most jön a buli. Level 2 felvonás. Ma ilyen Timár nap bosszantó nap. Ez ilyen lett. Rendőrség és Timár hibája, ja? Innen jött ki? Megint beszaladtunk a szarba. Csak kijönnek az autók. Haladjál! Á, inkább meghalok! Azaz. Éj. Ne röhögj. Ezzel megyünk. Várjál, ne ülj be. Várjál. Vagy beülhetsz. Várjál, kinyitom. Oké, okay, ülj be. Ilyen? Igen. Nem enged. Azt mondom, nem enged. De most mi? Sem. Akkor gyere onnan! Ja! Gyere onnan! Itt állsz, le van rottyama szerintem a járgány. Meg kell szerelni. Az a baj, hogy bent kéne ülni, nem meged bent. Ez csak szerelő tudja, vagy ide angyal megszerelni. Van szerelő? Nincs. A városban nincs szerelő? Nem. Hogy ne.
Na, jöttem egy angyalnak hátra. Ez ott városlakó? Melyik? Az ott messze. Menj oda, azt kérdezd meg tőle. Ide mellé áll a szerelő, és úgy szereli meg. Tudom, az ellenőrládát sem tudom, csak akkor, hogyha benn ülök, de hogyha összetörve vagy lefoglalva veszem ki, tudod? Akkor meg kell szerelni. És az csak szerelőt ugye egy oldalról, vagy hátulról. Na? Van fent egyáltalán admin? Ó, ott vannak fent. Ilyenne mentél meg? Ilyen nem még... Itt nincs megállás, meg lebegés. Na én beülök előre, majd kormányzok, te meg hátulról fogsz innen hátulról tüzelni. Ez piros pontos. Igen. Ennyi! Haladnék. Nem jönnek az angyalok. Hát, nagyon nem szeretik ezt. Amit most csinálok, és senkit se bátorítok arra. Hogy olyat tegyen, amit most, hogy privátba ráír. Nem szeretik az adminok. Mi volt a Jojo-nak a száma? Mi a kis csocsán, hello? Nincs bezárva. Nincs bezárva. Be volt zárva, de akkor se tudok. Én nem tudom, komolyan mondom. Harminc, egy a Jojo. Ezt ne csináljátok. Dati-ban? Honnan tudom, hogy Dati-ban van, vagy nincs Dati-ban? Ej, nincs Dati-ban, angyal! Akkor melyik nem RPD-dik vajon? Penny biztos, hogy RPD-dik. Snorvit kérdezzük meg? Igen,
Ez tipikus az a jelenség. Igen, Miki. Oké, ő is rapidik. Ki van még itt? Pedig biztos, hogy nem elérhető. Akkor már csak Mani van a 61-jel. Figyeljetek meg, ő is RP-dik. Gondolj erre, várjál. És akkor látod, hogy ki van Dutiban. Angyal kárt közül. Honnan, hogy láttam, hogy ki van Dutiban? Mire gondoljak? Ennyi! Pont az, akit nem, akire nem számítottam. Csak a Pedi van most jelenleg. Láttátok. Pont rá nem számítottam. Bocsánat. Szokásos esti allergia tüsszentés. Na mit mondtak? Városlakó? Ja, ja, ja. Dicsértessék! Jó napot kívánok, Jézus úr! Itt lennénk a templomnál magát várnak. Hogy ide tudná-e jönni? Mert keresi magát egy úr. Hát most nem tudok ide jönni, mert megmondom, nagy gondba vagyok. Szerzel nekem egy szerelőt a városba? Hol van és oda megyünk? Az a baj, hogy ezt a járművet kérlek szépen csak szerelő tudja meg angyal szerelni. Hát, a barátomnak van szerelő ládá, gondolja. Nekem is van szerelő ládám, érted? Nem férek oda a motorhoz. Jaj, értem. Nem félek oda a motorhoz, ez csak szerelő vagy angyalkat tudja szerelni. Van fönt szerelő? Ki? Ha nem, akkor keríts elő nekem egyet. Hát a városban nem tudom, van-e szerelő. Azt mondják nincs, de ha előkerítesz nekem egyet, találkozok vele, legyen fene. Hát ez az, hogy nincs itt a szerelő, nem is ismerek. Csak annyit tudok mondani, hogy itt az úriember mellettem. Azt mondta, mondjam meg magának, hogy merre van, és oda is megyek. Oda ja, megyek. Na. Hát nem én akar ide jönni. Mert nagyon fontos ügyről lenne szó. Telefonon is meg tudja nekem mondani. Az a baj, nagyon sok rossz akarom van, tudod, és már félek az emberektől. Tudja, mi nem vagyunk ilyen rossz akarú ember. Ó, én azt nem mondhatom soha, mert Team Army-nak rengeteg ideje van, beépített embere. Azt a köcsögöt én is ismerem. Te is? Na hát. Na látod, én nem fogok ebbe az emberbe megbízni. Ez a vesztemet akarja, ki tudja, lehet, hogy a legjobb barátja vagy neki. Ne, én nem vagyok neki semmilyen féle barát. Én utalom a zsarukat.
Na, akkor hozz nekem egy szerelőt. De hol van? Mondja meg. Az egyik garázsban. De melyik garázs? Hol? Na, ha van szerelő, akkor hívjál. Oké. Ott várnak a templomnál, hallod? Nem akarod egy izé autóval megnézni? Kik figyelnek meg a templomnál? Van nálad fegyver, ha úgy van, akkor le is lőheted őket. Szaglásznak ott. A templom környékén. Nem tudod elővenni itt a kocsit. Mi kell menni a hídig, azt lopni egyet. Na gyerekek, így jártam. Köszönöm szépen. Így jártam. Nem tudom megszerelni a saját röpcsimet, csak akkor, hogyha mondom, a admin vagy a szerelő így beleszáll oldalt. Mert ezt lezuhantam, vagy lefoglalták, lezuhantam. És össze van törve. Ja. Mi a francokat csinálja? Gyújtsam fel a francba ezt is. De kocsival meg nem lehet terrortámadást végrehajtani, Dániel. A levegőből kell. Feneldje meg. Még de jót berepültünk volna. Az ablakba. Lett volna 9-11. Itt az autó. Még azt kigyalogol oda. Már ott tart. Elüssem. Itt az autó, te jó madár. Pedig már majdnem megvolt. Vigyelek vissza. Vigyél vissza, most te vagy a gyalogolni. El is felejtettem, mivel jöttünk, érted? Egyszer fejbe Humántól elsétáltam a város. Humántól a városig. Két lábom. Igen. Igen. És simán csináltam annak idején, nagyon-nagyon régen, ilyen város paletó galopptúrákat, biciklitúrákat. De hogy itt kellett volna bemenni, és ennyi. Jó, kösz. Ő lesz az nagypater. Ja, kösz. Igen. Hello nagypater, bocs, hogy lemarastam a találkáról. Semmi probléma. Lecsuktak a zsaruk. Á, értem.
nem sokára ott leszek az önkormányzatnál, és akkor tudunk beszélni. Hát szerintem egy 10-15 perc múlva. Jól van. Csörrencs meg, hogy izé. Hogy jön. Rendben, meg csörrencs. Rendben. Na jó, addig kis unokád ellen, másik unokád ellen egy terrortámadás fogok most végrehajtani, mert nagyon mérges vagyok rá. Rendben. Döntöttem, legyen tánc. Úgyhogy... Rendben. Találkozunk. Sok sikert. Kösz. Viszlát. Hello. Nem jó. Senki sincs. Olyasmi lesz. Igen? No, Jesus! Találtam neked egy szerelőt. Hol vagy? Szerelőt? Aha. És tud szerelni, belebújni a kocsiba? Mindent tud. Nemrég szereltet meg egy nagy terepjárót is. Jó, akkor küld ide a reptére. A motoros szerelő. Motoros szerelő, az tud nekem repülőgépet szerelni? Persze, ott tud. De ha nem, akkor mit tudom én, megeszem. Gyertek ide a katonai reptére, itt vagyok a garázsban. Rendben, legyen ott, oda. Na, csak megtudta, hol vagyok. Motoros rendőr. Igen, hány, az jó lenne. Mit csinált megint? Mit csináltunk? Majd nézd vissza, háj. Ha tag vagy, akkor már ma egyből meg tudod nézni. Ha nem, akkor csak holnap délután. Mindjárt jönnek ezek a jó madarak, akik ott lebzseltek. Azt mondják, van szerelőjük. Ajja. Tök mindegy, csak legyen szerelőmű. Azt mondják, hogy motoros rendőr. Most már itt motoros szerelő, na. Komolyan mondom, azt tudom, hogy álljak neki.
Hey, haj! Hát itt rekedtünk. Mi lesz ebből a tervot? Iiii! Oda botlottam-e? Itt rekedtünk. Jönnek a szerelők, vagy nem jönnek a szerelők? Na tessék! Hát csak ez a repülő. Háj, ez az egy... Kurkának van egy ilyen marha nagy elnöki helikoptere. Nekem akkor a cégnek van az a Buzzard. Meg... Meg itt van nekem ez. Jaj! Nem tudok róla. Háj! Ha igen, akkor lehet, hogy Faustoé képében. Ez van eszed még nagyobb idét csinálni belőle rongyot, mi? El akarod tolni? El akarom tolni. Jól van már! Jaj. Még jobban... Még jobban elrontod! Akkor nem érdemes ezt a szart is arra vinni? Van két szerelő. Hogy kell szerelőt hívnia vannak a városban? Vagy kiír a Twitter. Hát kiír a Twitter. Hagyd abba! Még 3 másodpercig ezt csinálod, és nem fogsz az élők közé tartozni. Hát normális vagy? A jó gumit elégeted? Pedig kéne ördög. Nagy Isten, melyik vagyok a szerelő? Szép szapot. Itt senki sem a szerelő, hanem én beszéltem magamról. Hello! Mondom, hello! A szerelő. Nem hey, tudjátok megszerelni ládával? Nem, mert ezt csak úgy lehet megszerelni, ezt a jószágot ottene, hogy belebújik a szerelő ódad. Uram, én most beszéltem valami motoros szerelőkkel. Azt mondta, hogy visszaviszik a telepjáról, és jönnek ide. Na hallottak, amit mondott, hogy hol van. Jó van. Megvárjuk mindenféleképpen. Ide komoly kiszerkezett. Meggondoltuk, továbbállunk aztán, de hát... Mit tudom én, rossz, telebert vízzel a karburátor, nem indul be ez a rohadt járgány. És úgy meg ki is dob a izéből. Nem is enged, hogyha rossz a járgány értik, akkor... Akkor nem enged izé.
beülni. Na. Állást kell csinálni ilyen? Produciója ez? Na most ez mi? Jézus. Azt mondták, hogy magát kell Isten keresni kamionos ügyekben. Kamionos ügyekben? Így van, hogy hát ez hogy működik, ugye mennyi fő kell hozzá, meg ilyenek, ugye. De nekem van egy olyan problémám. Tehát a kamionos munkához. De nekem van egy olyan problémám. Hogy? Ugye indítanám a rendőrös küldetéseket. Igen. Direkt meg is kérdezem a rendőröket, hogy mennyi rendőr van. Igen. Megvan ugye a létszám, 10 rendőr. Igen. Megpróbálom elindítani azt is, azt a szállítmányt is, meg az 5 rendőröset. Igen, és azt írják, hogy nincs elég ellenfél. Így van, hogy ez mit jelent? Azt mondták, magát kell keresni ezzel, mert nagyon ért hozzá. Ja, hát kérlek szépen, az a igazság, hogy ha jól tudom, az ötfős rendőrös melónál legalább 20-25-en kell legyenek a városba. A tízfős melónál pedig 35-40 főre tippelek. Tehát a rendőrökön kívül, ugye? Igen. Vagy összesen, nem, ezt összesen mondom. Tehát akkor most lehetne indítani egy kisebbik szállítmányt, ugye? Azt mondja, hogy hány rendőr van? Hát 9 körül. Oké, és hogyan vagyunk a városban? 25. Igen, egy kis szállítmány, egy 5 rendőrössel meg lehet próbálkozni, igen. Csak már próbáltam 30 városlakó környékén ugyanilyen rendőrszámmal, és nem ment egyik se. Egyik se? Aha. Hát meg igazából az a lényege neki, hogy úgy van valahogy beállítva, hogy megvan... azt hiszem a izét nézi, nem csak a város személyzetet, hanem az illegált. Tehát aki családhoz tartozik, vagy bandához, vagy valami ilyesmi. Jó, akkor... csak viszont illegálnak, mert lehetséges ellenfél, lehet akár egy szerelő is, ha úgy gondolja. Tehát, hogy... Hát akkor nem tudom, nem tudom. Fogalmam sincs. Én azt hiszem, nem tudom, hogy vagy ide. Azt tudom, hogy nézi a idét, vagy a városlagokat, vagy az illegalitást nézi. Hát nyilván nézi csak, hogy mi alapján, mert aki nem tartozik sehova, akkor azt minek nézi. Fogalmam sincs. De amúgy uram, arról szeretnék beszélni magával. Lelkén egy kapdost ezt a Tímar Mihály urat. Igen. Nem menjetek azt idé. A rohamozzátok meg. Egy ilyen narancssárga lambóval jár. Igen? Jó, megy. Azt se tudom, kicsoda az. Az egy rendőr úr. Egy csöppet olyan... Rohamozzátok meg. Mit tudom én, így elmentek kocsival és tüzet hidotok rá. Tisztelet. Hello! Hát azt kéne. Ja, na. Hello. Én nem szia, azottam. Szervusz, dicsértessék. Ezt kéne megszerelni, de oldalt kell belebújni, vagy hátul. És csak na, maga meg az angyalok tudják ezt szerelni. Na nézzük tisztelet. Meg. Megpróbáltam, nem? Üljél bele, persze. Nem tud beleülni. Nagyon komoly verda. Nem tud beleülni, amíg rossz nem tud bele, hát azért vagyok én itt. Ja. Toporgok, mint a szarongalom. Ha rossz hang van eltéve, vagy pedig összetörve lett elrakva. Elmúltból sikerült. Akkor utána az ember nem tud beleszállni, de hogyha már bele tudok szállni, akkor tudnék szerelőládával is dolgozni. Próbáljam csak ki ezt a motort. Hajl! Ilyen. Fűnyíró motor van az alján? Ups. Na. Ha? Vágja a füvet is ott van. Tuti. Várja. Onnan próbáld meg is, mint a szájban. Hát, az nem. Majd küld be légy szíves akkor a idére, privátba az écét. Hát, az nem megy. Nem, ez szerintem ezt úgy kell, hogy ezt össze kell törni. Jóban. Valamilyen neki kéne menni, mint az autóknál szokott lenni. Na, de útból sikerült pedig. Na, nekem is van helikopter. Na, vigyázzanak! Jaj, várja. Ott ki alól. Megvan, voltam. Csinálja! Ott ki alól, nyugodtan. Eddig is. Itt a oda kell menni az ülés mögé.
Hey, megvan a pozíció. Olyan, mint a nőknél a gépont, tudod? Ez csak te tudod itt a városba. Most a titkot őrizd meg magadnak. Nem. Én félő nyugyógyász vagyok. Ki van nyitva? Sikerült? Ki van nyitva? Nem. Most van kinyitva. Várja, nem így bele. Nem ülök bele. Nem. Nem, akkor ez szar. Nem lehetne javítani, uraim? Lehet javítani csak. Szerintem urak, mert még teljesen új ez a konstrukció, tudja? Szerintem is. Itt az úr mit csinál? Nem bír magával, ennyi. Nem azt látom. Mennyibe fajgyi-e, Jézus? Ja, a piros pontokért megy. Ja. Van, akkor sem másikba akkor be. De. Jó, még nem tud vezetni, csúszanyon előre. Ugye? Na minden karikára. Üdvözlőjük a postaszolgálat pilótáknál. Angyali szolgálat. De mi is? Oda tegyem az orcádat, leborotváljuk a szakálladat a propellerrel. Nem tudom. Ez értékes. Ez most komoly! Na, fölkészültetek! Vigyázzat! Ledarál, bazd meg! Ledaráltam! Ledaráltam! Ja, mind a kettőt. Vigyázzatok! Jó, jó. Hívjatok mentőt! Csak én élek! Hihi! De én még kocsival is arrébb állnák. Nem szállna, ne az? Vigyázz, vigyázz, tesó! De mi? Leszállja? Nem kell leszállni, jössz velünk! Van nálad fegyver? Nincsen, de azért szerettem a levegőt. Jó, gyere megtámadjuk Tímáréket most, az egy ilyen játék lesz. Oké. Ez mondja, megtámadjuk Tímáréket. Na, mit akarok mondani, hívjatok a társatoknak rendőrt? A rendőrt, mentőt? Hívjatok mentőt. Jó, nem kell rékti. Na, kit kéne? Jó napot kívánok, tiszteletem. Alinázom. Tiszteletem. Tisztelet. Maga az az atya? Na, sziasztok. Aki? Őt kéne? Oké, egy pillanat. Ja, ledarálta. Szerelő urak, a számla? Szerintem elfelejtett. Őzé, a úrnak nyugodtan számlázhatsz. Ide számlázhatsz, ja. Volt egy javítás. Így félkoma, gyere! Na, most ne gyere potyára. Nem ez, ne kérdezzél semmit. Jó. Ne előre, ide fél mellett. Ügy a szép járgányotok van. Ez most nekünk egy ilyen szórakozás volt, már megérte. Köszönöm. Ja. Na, el onnan. Ki a pilóta fülkéből? Szájá, Timur. Hát, én szállok be. Na üljél be. Na, köszönjük. Mindegy, jókval most kiszámlasztod ennyi. Na. Hey, kézzük. Kinél van pisztolyom úr? Fölkészültetek? Pisztoly kiné van? Mami, pisztoly kiné van? Vegyetek elő! És egyet, vegyek én is egyet? Persze, vegyél ki fegyvert és most támadunk, mi leszünk itt a berepülő ország. De nincs talán pisztoly, az a baj, hely, az autómban van. Semmi gond, már megoldom szóval. Nelőssé tudom venni. Csak a szélén tudnak, akik a szélén ülnek, azok tudnak talán lőni. Elrakja egyből. Igen. És úgy sem megy, hogy izé? Hogy kiszállsz, beszállsz? Pisztolyjal csináltuk. Nézd meg. Nem megyek rá, ott nekem. Pisztolj. Kiszálldom már. Nincs bombánk. Elrakja egyből. Akkor add ott nekem. Várj, és hogy beülök középre. Szállnál közép. Na? Most jó. Na. Akkor csak a ködép se tud ülni? Most lőni? Igen. Hát akkor fiam, tudod mi a dolgod. Halál a pédére. Adjad neki, Jézus. Hát nem.
Készüljetek fel, ma mind megdöglünk. Erika, fogóskodom. Jaj, Bori. Négy, Bence Horváth. Mori. Kinyírjuk a tímárt, most megdöglik. Azt kell, ki kell nyírni. Egyáltalán van még a városban? Most megy mindjárt hazafele. Leadja a szolgálatot, ne csak út rá. Szép ez a madár, szép! Tudod, Jézus, hol lakik? Tímáron áll! Hát akkor nincs vele gond. Elkapjuk, ne fegyverezzük! És megölik. Itt, akik vastagéknál. Itt lakik-e? Pont alattunk. Na. Nem látom az autóját, hogy... Ott volt az autója, nem? Hátrébb a ruhaboltnál. Majd ő itt alattul. Igen? Én nem látom. Ott van. Na, ott a Lambó. Az a Lambó az Jézus. Igen. Nyissatok tüzet rá majd. De nincs ide, plusz tiszta. Na de... fehér ruhásnak van. De most nincs idejében az autóban, akkor... Jaj, de van egy ilyen limit, hogy hányan kell menni, hogy tudjál lőni. Szerintem négyen lehet, nem? Alig nem ott fel. Olyan, miért nem lőttél? Hát nem tudok, mert van egy sebességi limit. Tehát már nem tudok lőni. Ajaj, Jézus, hely! Fordul vissza, ajj, aljúzd el a motorot, hely! Le kell szállni. Most hétfelük őt, hely! Kirabolom. Biztos bent van a izébe, a ruhaboltba, hely! Lassan, csak lassan! Te is hallhatod, hát. Lehet-e így szólni, ezt akkor ki mit van, hanem? Lehet. Hol akarunk a lámpákba, gyerekek? Nem akadnak bele, ahogy most itt nem. Beakadt itt, ez olyan fajta, hogy ez beakadt.
Ebből baj lesz. Hát ebből át lesz. Itt hajj le, itt egy tető. Inkább nem akarom, hogy lejönni a tetőre. Szerintem addig kéne leszállni, mint... Itt balra ezen a tetőn. Jó lesz. Tető, nem tudok leszállni, srácok, mert mondom, ennek kell kifutó pálya. Igen. Azért mondom, a tetőn nem lesz jó. Olyan helyen kéne leszállni, a friss tudjon szállni. Geci! Szerintem addig kéne Jézus még itt van a városban, nem? Hát jó lesz. Kiszakadt a kereke Jézus. Jó lesz ez! Megyünk mi. Nem kell felszállni, hát. Ki a propeller jel? Meglátjuk egyből lövés, igaz? Ja. Moziban a kép. Hol van, hát? A ruhaboltnál van? A ruhaboltnál van, de még ne. Itt a lent. Lerobbant a izé, gyerekek. Zárjátok ki, megszerelem. Akkor kommandó. Minden kommandó. Megszerelem. Zár fogja kapni, figyeljétek meg. Minden kommandó. Most lépett meg. És be tudsz állni? Várjál. Szerintem megyen haza, nem? Mehetünk! Majd. Ő mondaná elment, hát, láttam az autóját. Talán megyél haza ma, már elment az autójával, hát nem látom az autójával. Na gondolom. Tetőre vágtunk, gyerekek! A szép! Autó! Jó van, kit jaj, boi! Kinder kommandó! Szeretj, hogy labra estem. Dink, szeretjetek egy autót, azt borítsátok föl. Jó, az már repült. Az igen. Borjátok fel a repülőgépet. Ki az össze lesz törve? Nem baj az. Peli mi a címmal mi halt? Mert nekem felállt, amilyen telefosszom. Csoromadal. Jó, adjátok a francba. Adjátok ebben. Nézzük el a házához, nézzük meg. Vagy értek? Jelölök. Óvatosan. Féked, jaj. Kapcsolt a lámpát. Itt szembe az.
nincs ott senki. Elmett már az agyába. Gyere ki! Gyere ki! Véged van! Nyisd ki az ajtót, bazd meg! De ott meg volt egy autó. Mikor jöttünk. Ja, ja, kopogni nem tudtok rajta? Én kopogtam neki. Kopogok. Hát ilyet. Már rég elment aludni. Szerintem. Ja, ja, ja. Halljátok? Igen. Állj! A napi terror azért meglegyen. Ez mind két-két személyes autó, ugye? Hoppa! Itt van van. Ez az anyám, jó napot kívánok. Ja. Mi a kommandó? Hát te mit keresel? Tessék? Hát te mit keresel itt, és ki vagy? Hogy került te ide? Én? Igen. Hát én követtem egy urat. Ja, és hova lett a tímár? Tudom, hogy nyomozzok, tímár, tudom, hogy... Nyomozzok utána. Igen, és hova lett? Nem tudom, bement, ott nézte, jöttem a kerítésen, aztán elszublimált. Amúgy uram, én egy ebbi aljos vagyok, szépen tegye fel a kezét. Aha. El is viszi. Én meg ebbiájosan elhúzok. Na. Ad igen, ad igen. Menekül a gyáva. Menekül. Milyen menekül? Gyávaság. Jaj, bocs. Na, tessék. Örülj, hogy nem te kaptad a volánnál. Na menjünk, gyerünk! Na de nekem mennem kéne a város. Jó, várják el a stukkeret, figyelsz! Fölgyújtjuk az ajtaját, látja, hogy itt vagyunk, itt hagyjuk a névjegyünket. Mit szóltok hozzá? Itt hagyjuk a névjegyünket. Jó lesz, de várjál, nem kell hozzá azaz? Lőjél bele! Totta a geci! Robbanjon! Megdöglesztél már, rágyújtjuk a házat! Na hát az, az nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Igaz. De nem baj, legalább látja, meg van égve az ajtó. Tudja, hogy itt jártak a jó fiúk. És nézzem majd a háta mögé. Na, srácok, nekem mennem kell, mert lövik a pizsomát, aztán majd izé, találkozunk. Jövő rendben. Héten. De jó, mondom, ilyen partikra, meg ilyen bulikra összejöhetnénk majd tímár ellen. Hát jó lenne, csak szeretném helyettesíteni a Jézus, és akkor rá is csaphatunk el a Timar Mihajra. Ja. Már elég nagy a szája neki. Majd keresetek valamit, tudtok valami jó helyet, ahol meg lehet itt zélni, szírogatni itt a bajszát neki. Lehet. Jó van, olyan helyekre kell elvinni, érted, vagy bezárni egy olyan helyre, ahol nem tud kijönni. Jó. Persze, tudom. Csak nyugodtan, szólj mikor... Vagy elvinni, mit tudom én, van egy jó ötletem, gyerekek, elvihetjük a olajfúrott toronyhoz. Elvetjük telefonját, meg minden. Hát az minden kiúszik, háromszor megeszik a cápák. Na, az jó ötlet. Na, ilyen ötleteim vannak. Na, majd találkozunk jövő héten. Cső. Oké, hello. Na, vigyél haza. Annyi időd még van? Á, még van szerint. Ugye ez ma ilyen garázdáskodás volt, gyerekek. Ma Tímár ellen mesterkedtünk egész nap. A rablásos sajnos nem jött jó össze. Jó volt ez a mai. Örülök neki. Kár, hogy az a helikopteres, vagy nem a helikopteres, az a berepülőpilótás. Az a baj ezzel, tudod, hogy ez mindenhol fölakad, mert széles. Uh-huh. Azért nem tudtam felszállni, mert ott az a fáknak a szélébe, meg a... oszlopokba fölakadtam. Csoda, nem robbantunk főba.
amúgy. Hallod? Izét majd szoktál te találkozni Hurkával? Meg Móval? Hurkával szoktál találkozni? Hát utoljára akkor találkoztunk, amikor te is. Aha. A Móval meg már egy hete nem találkoztam te. Engem? Tiket résznél? Mi a pcsöt? Miért? Mert nézzétsz, kell vennünk 9 félis lőszert. Az adott lőszerünk, ami ott van, 9 mm-esből. És Hurkának van a üzleti kapcsolatai itt az egyházba. Ő tudja, kiné kell venni, mit kell venni, mennyit ért. Na még a nap végére egy kereset. Jaj, várjál! Halló! Halló! Lenne egy olyan kérdésem? Igen? Pénz mosni? Te tudsz? Ti tudtok? Hát pénz mosni kérlek szépen, ismerek valakit, aki tud. Jó. Úgy hívják, hogy Gianluca Paletta. Egy aha, olasz. És itt hol te? Itt hol tudod elérni? Hát... lényeg az, hogy ismerek valakit, aki ismeri. Idét ismered? Egyháznál dolgozik a Hurkangyal nevezető ember. Hát nem igazán. Mindegy, ő ismeri. Jó. Esetleg, hogyha vele föl tudnád venni a kapcsolatot. Jó. És akkor te nem tudsz? Én nem tudok. Mondom, csak az olasz tud. Meg tudok még valakit, de annak meg nem akarom megadni a nevét, mert akkor mit tudom én elbaszná az én bizniszemet, tudod? Magam ellen meg nem beszélek. Aha. Mert ahogy szerzek kuncsaftokat, pénzt mosni, abból én is kapok részesedést, tudod? Mhm. Úgyhogy mondom, én az olaszt ismerem, Gianluca Paletta a neve. És a Hurka ismeri, a Hurkangyal. Jó. Ez egy ilyen egyháztag. És a másik fickó, azt meg, hát most mondjam el, oroszoknál kered. Ja, jó, rendben. Akkor a fegyvert is náluk javítjuk, gondolom én. Nem tudom, azt sem tudom, ki javítja a fegyvert, nekem egy telefonszámom van, jó. De hogy ki ő, mi ő, azt nem tudom. Nekem is így van. Na jó van, köszönöm szépen. Áldás, békesség, áponyás, hát. Édesség legyen veled, szervusz, szia. Jó. Nagy, idén nagyfaterral lett volna találkozom, de mindegy, most már nem megyek el. Ja, jaj, tényleg. Mindegy, majd máskor, Hali, jó ég. Oké. Meggondolod a dolog? Jól van. Köszönöm, Niki. No, hát sajnos ID-val nem tudtam, vagy ID nagyfaterral. Azt sem tudom, mi a neve neki. János? Vagy mi a franc? Fekete Lajos, meg Fekete... nem tudom, hogy hívják Ágyi nagypatert. Nem tudtam vele sajnos kommunikálni. Vagy hívjam föl. Legyen még egy kis ágyizés. Melyik volt az ő száma? Ez a 49. Erre sokat hívott. Igen, tessék. Szevasz, én vagyok a kis unokád. Dolgozol még? Dolgozok, igen. Nem baj, hogyha mai nap nem tudnék eljönni? Majd áttennénk el legközelebbre ezt a találkozót? Rendben, jó volt. Jó? Jó.
És te is olyan ügyes ember vagy, mint a fiacskád volt, az ID? Hát lehet, hogy tudok egy-két dolgot intézni, igen. Jó van, jó van, jó van. Szóval akkor tőle tanult mindent az ID. Tehát te is ilyen, hát, ilyen jó körökben mozogsz? Vagy te vállalkozó, vagy te is? Figyelj, én régen itt a Magyarországon polgármester voltam. Na. És most így visszajöttem, visszakaptam a polgármesteri lehetőségem, így igen, polgármester vagyok itt a városban. Igen, te akarsz lenni a Budapest főpolgármestere? Karácsony, Karigerit ki akarod túrni a helyéről? Hát látod, valamit meg nagyon kell helyes, nagyon helyes. Még egy ilyen paprika olyan csit nem hordott hátán a föld. Úgyhogy hát, nagypaterom, hogy bízok benned, komolyan mondom. Forradalmat hát, csináltuk itt az egész városból, megújíthatjuk itt a közlekedést, képzeld el. Így van, ez így lesz. Na, királyság, értekezünk majd, oké, nagypater? Rendben. Jó, a Timár Mihálynak meg nem utaljál semmit annak az unokának, mert ez egy léhűtő semmire kellő, hallod? Hát ezt eddig is tudtam, eddig ugye, is ugye, tudtam. Ugye. Mondom, megcsekkezett itt. Mert hogy izé, kicsit megvakartam az ATM-et, már ott voltak a rendőrök. Hallod, itt ismersz itt a városban valami cigány csávót? Cigáncsávot? Hát, ne ilyen izé feltűnően mondjad, hallod? Itt már izé genderül kell beszélgetni, úgy kell hívni őket, hogy loplendiek, mert megsértődnek. Loplendiek? Úgy hívják őket? Igen, loplendiek, a loplendi banda. Hányat mondjak neked? Azt mondja, hármat ismerek kapásból. Itt vagy? Azt mondja itt a mellettem lévő ember, hogy elvileg ő kiszopja a faszod. Igen. Valami nagy górét, valami lop lennél. Igen. Hát aha, nézd, mondom, én hármat ismerek. Van egy olyan, hogy Giuttica. Giuttica? Igen, Giuttica. De azt már rég nem láttam azt a lop lendit. Akkor van olyan Batyi Géza. Batyi Géza? Igen, Batyi Géza, aha. Olyat is ismerek, ezt aki loplendi. Szerintem megvan a Batyi Géza itt a mellettem. No, a fene. Akkor van egy olyan, hogy Mário. Akkor ez Mário? Lehet Mário. Van egy olyan Mário. Jézus. Meg van egy olyan, hogy az meg az én izém, az is loplendi, a hurkangyal. Hát akkor majd kiderül, hogy mit csinál. Ja. De mindegy, nem mozogj velük, érted, meg kilopják a szemedet, nagyfater, vigyázz rá. Hát nem az a helyzet, nem fizeti az adót, itt a csávok, fekete szakadt Mercedes, szar Mercedes van. Lóg mindene, aztán itt billentyűzettel akar minket leütni, meg ilyenek, aztán... Jézus úristen, hát meg kell csekkezni, oda kell koloncnak adni a izének, Tímár unokádnak, vagy ne félj, elfoglalkodik vele, az ilyen féleszélyeket oda kell rakni. Jaj, lehet az lesz, már itt ezzel nem tudok mit kezdeni, érted, itt fenyegetőzik. Mondom, ilyen Mário féléken meg vigyázz, hallod? Hát ennek mágnes szemük van ezeknek, hallod? Körbenézzem, már le van leeltározva a szobád. Rendben, leteszem a telefont, mert itt feszül aztán. Jóval, nehogy aztán nem akarom véletlen pofán vágni. Rendben. Vigyázz, mert ezeknél mindig bicska van, hallod? Úgy születnek, mint az alienek, kivágják magukból, saját anyjukból magukat. Vigyázz! Cső! Hello! Na fiúk, lányok, ennyi volt szerintem ma. Egy kicsit elmulatgatunk itt a végén. Sose tudom rendesen beírni. Hát, Niki, a népszerűség átka. Örvénnyel meteorokkal bombázlak titeket egy keveset, vagy egy kicsit. No, kedves fiúk és lányok, nézőim, akik itt voltak, remélem jót mulattak ezen a kis ilyen rosszalkodós hétköznapon. Tehát a mai nap az csak arra ment, hogy tímárékat valahogy fölbosszantsuk, valahogy kekeszkedjünk velük.
És ja igen, a Isi nem mond ezt az ATM rablást, ez sokkal jobban ki kell finomítani, ezt az ATM rablást. Ez még gyerekcipőbe jár. Csoportos ATM rablás nem biztos, hogy lesz. Legalább a másik kollega megmenekülhetett volna. Na mindegy. Ezt majd újra jártuk ezt az ATM-en a Zsulit. Úgyhogy remélem tetszett, remélem vicces volt, remélem szórakoztató volt, kitartást kérek, vagy kitartást kérek, igen. Kívánok, hogy szokták ezt mondani, kérek, vagy kívánok. Sok kitartást mindenkinek a holnapi naphoz, mind munkában, mind iskolában. És köszönöm még egyszer az adminisztrátoraim, vagy adminisztrátor moderátoraim munkáját. Főleg Isinek, mert ő rendíthetetlenül, ő mindig itt van, és ő mindig csinálja. De a többiek se kutyák, itt vannak azért. No, szervusztok, sziasztok, legyetek jók, legközelebb találkozunk, azt nem tudom, hogy mikor lehet, hogy hétvégén elrobbantunk egy Amerikát, mert Amerika már tényleg nagyon kéne, megmondom őszintén. És hát majd jövő héten folytatjuk ezt a epajkodást itt. Ja, értem neki. Na, szervuszok, sziasztok, tényleg legyetek jók, lőtték a pizsomát, ágyasz, bugyasz, ahogy lesz, úgy lesz. Sziasztok, csá, csá, csá. Thank you.